3,5 milliárd forintot költöttünk majdnem mi a közpénzünkből kamupártok finanszírozására, a kampányok finanszírozására 2014-ben. Erről fogunk beszélgetni Bárándy Gergellyel, az MSZP parlamenti képviselőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szerintem röviden mondjunk egy példát, hogy mitől kamupárt egy kamupárt, még akkor is, hogyha a főügyészség a nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntette. Az Új Magyarország párt példája az szerintem elég jól követhető, talán a legeklatánsabb, igen. Csak akkor röviden elmondom a nézőknek, hogy ez a párt ugye a semmiből jött, és nagyjából a semmibe is távozott, viszont 15 000 támogató aláírást összeszedett 14-ben, lett egy országos listája, majdnem 150 millió forint állami kampánytámogatást kapott, viszont 1578-an voksoltak csupán rá, és kiderült, hogy mondjuk olyan költségelszámolásokat csináltak, hogy 10 000 kilométert naponta kellett volna menni, aztán kiderült, hogy még a sofőrnek jogosítványa sem volt. Ezek azért még józan paraszt észre is elég egyértelmű tények, hogy ebből végül is még bíróságig se jutott ez az ügy. Hát ha más nem is teszünk mellé évként, akkor már látszik, hogy itt gyakorlatilag a törvényesített választási csalásnak az egyik formája, amivel szemben állunk. Azért mondom ezt a fogalmat, mert nem nevezhető klasszikus választási csalásnak, hiszen a törvény lehetővé teszi azt, hogy ezek a pártok induljanak, és amit ők csináltak, most leszámítva azt, hogy miket számoltak el, de az, hogy fölvették a kampánytámogatást és nem fizették vissza, akkor se, ha csak 1500 szavazatot kaptak, ez önmagában törvényes. De mégis én azt gondolom, hogy ezt mindenki előre látta, és nem csak én gondolom, hanem a parlamenti vitában is, amikor még nem volt erre tapasztalat, az ellenzék tökéletesen és pontosan elmondta, hogy ez lesz ennek a vége, már ennek a szabályozásnak, és gyakorlatilag ez nem szól másról, mint hogy az ellenzék, ami amúgy is fragmentált, amúgy is töredezett, teremtsenek még több, hát ha úgy tetszik, kihívót számára, és a választópolgárokat egyes, akár ilyen párt megnevezésekkel, mint mondjuk az Együtt párt, meg lehetett téveszteni. Hát azért sokat nem vitt el ez az 1578 voks. Ez nem vitt el sokat, de hogyha összeadjuk azt, hogy hány helyen kapott annál lényegesen többet a kamupárt, vagy a kamupártok egybe, akik indultak egy körzetben, mint amennyivel kevesebbet kapott a, mondjuk az ellenzéki jelölt a Fideszesnél, akkor azt tudom mondani, hogy ha ezek a kamupártok nincsenek, akkor az ellenzék 3 egyéni körzettel többet nyer meg. Ugyanis jóval több, nagyságrendekkel több szavazat ment rájuk el, hát az ugye mint amennyi a különbség csak a kétharmadra lett volna elég. És az nem elég, hogyha kétharmadot megakadályozunk, egész másként alakul mondjuk a fővárosnak az eredménye. Tehát a fővárosi önkormányzat, amit a kétharmad birtokában alakítottak át már az arra vonatkozó választási rendszer. Jó, abban most nem menjünk bele, hogy... A sok múlt ezen, azt gondolom. Hogy azért nyilván, de azért az ellenzéknek meg ütőképesebbnek kellett volna lennie, nem, hogy ilyen kamupártok megtéveszték a választóit. Hát nézze, sok embert nem tévesztett meg, egy párat tévesztett meg, de amikor egy kiélezett helyzetről van szó, akkor az a néhány szavazat is számít. És már bocsánatot kérek, de hadd mondjam azt, hogy ha van egy olyan párt, ami az Együtt nevet viseli, és egyébként nem az, amire most a nézők gondolnak, hanem egy másik, az önmagában hordozza azt, hogy ez egy megtévesztésre ad okot és alkalmat. Együtt 2014 volt. Azt hiszem, ráadásul meg Együtt 2014 volt. És látja, már én sem tudnám megmondani, hogy akkor éppen a valódi Együttnek mi volt a pontos neve. Na most, hogyha ez így van, akkor ez bizony alkalmas erre. Ugye itt sok-sok nyomozás zajlik különböző szervektől, ügyészségtől, NAV-tól, az ÁSZ is vizsgálódott. Miért nem sikerül itt konkrétumokat találni? Mert nem akarnak. Hát sikerült konkrétumokat találni. Hát én azt gondolom, hogy ez a napnál világosabb, hogyha olyan költségeket számolnak el, ami szinte lehetetlen. Azt hiszem, 1 millió kilométert kellett volna azzal az autóval megtenni a kampányidőszakban. Vagy a szállásköltség szintén, hogyha 6 csillagos szállodában próbálják, akkor is nehéz lelakni ennyi pénzt. Akkor ott bűncselekmény történt, mert az egy másik dolog, hogy úgy volt kitalálva a rendszer, hogy megérje ilyen pártokat alapítani, tehát szerintem annak az évnek az egyik legjobb üzleti vállalkozása volt, hiszen nem kellett semmilyen feltételt ahhoz teljesíteni, hogy az több 100 millió forintot föl lehessen markolni. Mert hogy ugye a dolog úgy működik, csak hogy a nézőink is tudják, hogy minden egyéni jelölt után 1 millió forint, ha 106 egyéni választókerületből 27-ben sikerül állítani, ha pártlista megvan, akkor 150 millió forint, viszont mind a 106 kerületben, akkor az már 706 millió forint. 2018-ban is ez lesz a legjobb biznisz ön szerint? Hát úgy úgy tűnik, hogy marad ez a biznisz, hiszen nem változott semmit a választási törvény. Ezek a pártok ugyanúgy tudnak indulni, és ahogy látom, most törekszik az ügyészség olyan gyorsan befejezni és megszüntetni az eljárásokat, hogy nehogy már az a 4-5 párt, amelyik ellen még ügyészségi eljárás van, na az ne tudjon indulni 18-ban. Tehát látszik az, hogy az időzítés sem véletlen, én azt gondolom. Úgyhogy ezeket a kiskapukat az MSZP hogy csukná be? Nagyon egyszerű, ugyanis az egyéni jelölteknél van egy olyan kötelezettség, hogyha a 2%-ot nem éri el egy egyéni jelölt, akkor a kampánytámogatási összeget vissza kell fizetni. Mi azt javasoltuk, hogy ugyanez legyen a pártok esetében is. Mert nincsen most ilyen. Ott nincsen. Ott pontosan arról van szó, és ez az, amit mondtam, hogy az, hogy úgy mondjam, hogy néhány olyan párt annyira ügyetlen volt, hogy még ezt se tudta teljesíteni és megugrani ezt a feltételrendszert, ez azt gondolom, hogy őket minősíti, de azt tudom mondani, hogy ha valaki egyébként egy szabályos elszámolást tett volna le, és egyébként 1500 szavazatot kap összesen országosan, és fölveszi a 150 millió forintot, akkor ezt neki ma nem kell visszafizetni. Törvényesen nem kell visszafizetni. És az MSZP javaslata szerint milyen feltételek mellett kellene visszafizetni? Ha nem éri el a 2%-ot. Ugyanazt, mint egyéniben? Mint az egyéni jelölteknél. Semmi különbség ne legyen. Én úgy hiszem, hogy ha egy párt egy ilyen összeget fölvesz, akkor minimálisan elvárható az, hogy egy kicsi társadalmi támogatottságot maga mögött tudjon. És az a párt induljon el a választáson, amelyik feltételezhetően ezt megugorja. Az előző választásokat egyébként megnézve, azok a pártok, amik nem jutottak be a parlamentbe, azok 2% fölött teljesítettek, akár az SZDSZ-ről, akár az MDF-ről beszélünk, akár olyanokról, akik korábban nem jutottak be, mondjuk annak idején, ha jól emlékszem, a CENTRUM párt vagy a KÖZTÁRSASÁG párt, ezek mind megugrották a 2%-ot, ezek valóságos politikai tömörülések voltak. Hát ezt látjuk a Momentumnál is, ugye, hogy ha valaki komolyan gondolja azt, hogy politizál, akkor azért ezt a 2%-ot el lehet érni. A Kétfarkú Kutyapárt, amelyik hát tulajdonképpen viccet csinál a történetből, és hát ha én jól tudom, akkor ők valójában nem szeretnének azért választást nyerni, még ők is az 1 és 2% között mozognak. Hát ez egy elvárható minimum. Beszéljünk még egy zuglói esetről, mert erre is azt mondják, hogy egy választási csalás példája lehetett Zuglóban. Röviden ugye az történt, hogy egy cseh szerverről Tóbiás József MSZP-s pártigazgató nevében küldtek egy fellebbezést egy MSZP-s szórólap ügyében, és kiderült a kamu, hogy ezt nem ő küldte. Ez hogy lehetséges? Visszafejtettük, van egy, létezett egy cseh szerver, amiről valóban elküldtek. Én ezt technikailag nem fogom tudni az egészen biztos elmagyarázni, csak a tényét ennek. El tudtak küldeni egy olyan e-mailt, ami a választási irodánál úgy jelent meg, mintha azt az MSZP pártigazgatójának a címéről küldték volna. Ez azért volt érdekes, mert ez a fellebbezés egy elsőfokú választási bizottsági határozat ellen érkezett be, és direkt úgy volt megírva, hogy annak ne lehessen helyt adni. Hogyha ez a turpisság nem derül ki, akkor elutasítják ezt a fellebbezést, és azt az ügyet akkor rögtön elbukjuk. De az látszott, hogy ez a 18-as választásnak a főpróbája, és ebben egyébként az MVI korrekt volt, és behívott minket is, és a pártokat is, és tett javaslatokat arra, hogy lehessen ezt megakadályozni. Én azt gondolom, hogy erre egy kielégítő választ fogunk tudni majd adni, tehát ettől 18-ban nem kell félni. Az orosz szerverektől annál inkább. Ezt akartam mondani, hogy most egy cseh szervert emlegetünk, de azt, hogy a mögött ki van és kiküldte ezt a kamu levelet, az embernek első blikre most annyit hall az orosz befolyásról, hogy az jut eszébe. Persze. És kiderült? Persze. Hogy már az, hogy ez a kapcsolat van, az nem derült ki. Tehát, hogy az oroszokkal bármi kapcsolata lenne ennek a cseh szervernek, vagy az üzemeltetőjének, vagy az, aki ezt küldte, az nem derült ki. De az látszik, hogy az oroszok úgy tűnik, hogy most már sportot űznek abból, hogy beavatkoznak egyes külföldi választásokba, lásd amerikai választás vagy a francia választás, és azért ott komoly szakemberek vannak. Mi volt az a módszer, amit az MVI javasolt? Egy 4 pontból álló javaslatcsomagot állított össze, én abból azt a 2-t mondom, ami nekünk tetszett, és valószínűleg egyébként az is marad majd. Az egyik, hogy egy visszaigazoló e-mailt küld, és ez talán a legegyszerűbb annak, aki küldte az e-mailt. Magyarán látni fogjuk azt, hogy érkezett valami oda, és tudjuk csekkolni, hogy ez tőlünk ment, vagy nem. A másik pedig, hogy az MVI a saját honlapján alakít ki egy olyan felületet, amit ő biztonságossá tesz, és ezeket a beadványokat csak oda, a honlapon keresztül lehet benyújtani, és megadnak a pártok egy kontakt e-maileket, vagy kontakt címeket, ahonnan ez érkezhet, máshonnan nem. Egy szűrő. Van egy szűrő gyakorlatilag, és a pártok saját maguk megoldják azt, hogy nyilván a helyiek fölküldik az országosba, és az országos fogja beküldeni. Azért azt rögzítsük, hogy itt most csak Tóbiás József e-mailjét hekkelték meg, és nem a választási iroda rendszerét. Ez még egy picit jobbik verzió, nyilván senki nem örül neki. Arról bármilyen hírek vannak, hogy próbálkozás lesz a választási rendszer, vagy választási iroda informatikáját is próbára tenni? Hát nekem az informális, hogy mondjam, információm azok, hogy tudni nem tudnak róla, de készülnek rá, tehát próbálnak védekezni, és próbálják kialakítani azokat a mechanizmusokat, hogy ez ne sikerüljön. Én őszintén remélem, én megmondom őszintén, hogy bízom a magyar informatikusoknak a tehetségében, ami világszerte híres, hogy meg tudnak ilyen támadásokat akadályozni, mert annál rosszabb nincsen, mintha a választási eredménybe vetett bizalom az inog meg, hiszen akkor tényleg az ember megkérdőjelezi azt, hogy érdemes egyáltalán választani. Hát igen, ebben mi a választók is bízunk. Köszönjük, hogy itt voltunk. Én köszönöm a lehetőséget.